Csatamezők. Oroszországi csata. Június 1941 és 1942. februárja között a harmadik birodalom és a Szovjetunió gigászi harcban csapott össze, amely megváltoztatta a történelmet. Az Oroszországért folytatott csatában a német Wehrmacht, a világ legjobban képzett és legsikeresebb katonai gépezete megkísérelte legyőzni a Vörös Hadsereget, hogy Németországnak hatalmas keleti területeket szerezzen. Az eredmény egy addig példátlanul pusztító összecsapás lett. A német támadással kezdődő és a moszkvai csatában kicsúcsosodó pokoli harcban több embert, tankot, fegyvert és repülőt vetettek be, mint addig a történelem során bármikor. Mivel mindkét oldalt gátlástalan diktátor vezette, és mindkét hadsereget a könyörtelenség hajtotta, a háború vadsága és barbársága addig elképzelhetetlen méreteket öltött. Adolf Hitler a Szovjetunió elleni támadással a hadviselés történetében egyedülálló diadalra számított. A valóságban az oroszországi csata katasztrofális véget ért Németország számára. A villámgyors győzelem helyett a Wehrmacht csúfos vereséget szenved, olyan vereséget, amely a hitleri birodalom bukásának kezdetét jelölte. A csata előzményei. Augusztus 23-án Moszkvában a náci Németország és a Szovjetunió aláírt egy megállapodást, amely az egész világot megdöbbentette. A harmadik birodalom a létező legerőszakosabb antikommunista rezsim beleegyezett, hogy együttműködik a sztálini diktatúrával. Kölcsönösen vállalták, hogy nem támadják meg egymást, és hatalmas mennyiségű szovjet élelmiszert, olajat és ásványi anyagot cserélnek el német iparcikkekért. Volt egy titkos záradék is, amely meghatározta Németország és az oroszok saját európai befolyási körzetét, amely területeket kölcsönösen tiszteletben tartanak. Hitlernek éppen időben jött a paktum. Seregei már a lengyel határon gyülekeztek, és konkrét biztosítékra volt szüksége, hogy az oroszok nem lépnek közbe, ha támadást indít. 8 nappal a náci-szovjet paktum aláírása után a németek átlépték a lengyel határt. A lengyeleknek, akik kétségbe esetten küzdöttek a beözönlő nácikkal, a német-szovjet paktum vérfagyasztó valósággá vált. A harc második hetében a Vörös Hadsereg keletről támadta meg Lengyelországot. A németek hallgatólagos beleegyezésével a szovjeteké lett volna az ország fele. Néhány nappal azután, hogy Hitler megtámadta Lengyelországot, Nagy-Britannia és Franciaország hadat üzent a németeknek. Sztálin nagy megelégedéssel nézte, ahogy Európa nagyhatalmai egymás torkának esnek. Kincset érő lehetőség nyílt előtte, hogy még több területre tegyen szert, és nem kellett ellenállástól tartania.
Alig várta, hogy észak felé terjeszkedjen. Finnország stratégiailag fontos területeit követelte. Visszautasították erre 1939. november 30-án a Vörös Hadsereg 29 hadosztályával támadást indított a finn határon át. Az orosz erőket 5 hadseregre osztották. Délen a főcsapást a 7. és a 13. hadsereg szállította, a karéliai szoroson keresztül. A világ elképedésére a finnek megállították az előrenyomulást. Északon az orosz 14. hadsereg elvágta Petszámó kikötőjét az Északi-tengeren egy stratégiailag fontos nikkelbányászati régióban. Középen viszont a szovjetek csúfos vereséget szenvedtek. A legnagyobbat akkor, amikor a 9. hadsereg egyik ékét teljesen elvágták és megsemmisítették. A finnországi csata 4 hónapig tartott, és ez alatt a mindössze 9 hadosztályból álló finn hadsereg kivételes elszántsággal harcolt. A tavakkal és erdőkkel tűzdelt vadon terepe nagyban kedvezett a védőknek. A Vörös Hadsereg csak akkor tudott jelentős áttörést elérni, amikor még 11 hadosztályt, további páncélosokat és repülőszázadokat vetettek be. 1940. márciusában a finnek békekötésre kényszerültek. A Vörös Hadsereg 1 millió katonát vetett be a finnországi csatában. Közülük csak nem 200 000-en haltak meg. Az igazi csapást azonban az jelentette, hogy a világ szemében a retteget Vörös Hadsereg erői alkalmatlannak és teljességgel tehetetlennek tűntek. Nem egész 1 hónappal a szovjet-finn háború után Hitler megindította saját skandináviai hódító hadjáratát. Április 9-én Norvégiát és Dániát egyszerre támadta meg tengeren, szárazföldön és a levegőben. A támadásokat könyörtelen hatékonysággal hajtották végre. A németek teljesen ellenőrzésük alatt tartották az Eget, és a brit haditengerészet és a francia-brit expedíciós erő közbelépése ellenére heteken belül Dánia és Norvégia nagy része a németek kezére került. Ám a szövetségesek számára a legnagyobb csapások csak ezután következtek. 1940. május 10-én erős páncélos alakulatok vezetésével a 7. német hadsereg lecsapott Franciaországra és a Benelux államokra. A nyugati hadjáratban a németek 3 hadseregcsoportot vetettek be. A középső A hadseregcsoport kapta a legtöbb páncélos alakulatot. A Wehrmachttal szemben a belga és a holland hadsereg, 3 francia hadcsoport és a rendkívül mozgékony brit expedíciós erő állt. Északon a B hadseregcsoport behatolt Hollandiába és Észak-Belgiumba, odavonva a franciákat és a briteket. Középen az A hadseregcsoport a páncélosok vezetésével megkerült a Maginot-vonal erődítményeit, áttörte a vékony francia védelmet és behatolt az országba.
Ezután a tankok északra fordultak a La Manche csatorna felé. Május 27-ére a szövetségesek legjobb hadosztályainak nagy része is csak nem az összes mozgó alakulata csapdába esett egy hatalmas katlanban. Június 5-ére a bekerített csapatok csak nem teljesen megsemmisültek. A briteket pedig kimenekítették Dunkerque-ből. A németek fő csapás iránya áttevődött délre. És 4 nappal később a B-hadsereg csoport Párizs alatt elérte a Szajnát. Az A-hadsereg csoport május 12-én áttörte, majd a C-hadsereg csoporttal bekerítette a francia erőket a Maginot vonal mögött. A front teljes hosszában visszavonuló franciák békealkut kezdeményeztek. A németek kevesebb mint 6 hét alatt 4 országot és 650.000 négyzetkilométernyi területet hódítottak meg. Június 22-én a franciák aláírták a fegyverszünetet, amely megerősítette, hogy Adolf Hitler Nyugat-Európa ura lett. A hadjárat sikere a Führer legmerészebb álmain is túltett. Ám miközben tábornokai a marsalbotot, a birtokokat és a gazdag hadizsákmányt várták, Hitler gondolatai már máshol jártak. Megszerezte a birodalmát, de egy alapvető stratégiai problémával szembesült. A német hadigépezet fenntartásához olajra, nyersanyagra és élelmiszerre volt szükség. Ez viszont sem Németországban, sem az újonnan meghódított területeken nem állt rendelkezésre. Hitler aggódott, hogy Németország már is a hatalmas mennyiségű szovjet importtól függ, amiről nem lehetett tudni, hogy még mennyi ideig lesz elérhető. Még jobban zavarta, hogy az oroszok megint kihasználták a németek nyugati lefoglaltságát. Az 1939. szeptemberében elfoglalt Kelet-Lengyelország és az év terén meghódított finn területek mellé Sztálin megszerezte a balti államokat, Litvániát, Lettországot és Észtországot is. 1940. júniusában a Szovjetunió részévé nyilvánította őket, és ezáltal fenyegetni kezdte a német-balti kereskedelmet. Hitler válaszul megállapodott a finnekkel, hogy német csapatokat engednek az országukba. A szovjetek következő törekvései délre irányultak. Romániának megparancsolták, hogy adja át Besszarábiát és Észak-Bukovinát. És június 27-én a Vörös Hadsereg el is foglalta ezeket a területeket. Románia volt Németország legfőbb olajforrása, és a szovjetek ekkorra nagy erőket gyűjtöttek össze szinte karnyújtásnyira. Hitler válaszul ütőképes alakulatokat vezényelt Lengyelországba, azután pedig kötött egy sor megállapodást, amelyek értelmében csapatokat küldhetett Romániába, Magyarországra és Bulgáriába. Míg németek és szovjetek területi előnyökért viaskodtak a Balkánon és a Baltikumban, nyugaton még mindig volt egy tüske Németország oldalában. A britek ellenálltak. A hadseregüket kiűzték Franciaországból, szinte minden nehéz fegyverüket hátrahagyva. De Winston Churchill, az új miniszterelnök, nem volt hajlandó tárgyalni. Kijelentette, hogy Nagy-Britannia végsőkig harcol, és ugyanakkor diplomáciai úton megpróbálta a szovjeteket Németország ellen fordítani.
Sztálin viszont nem akart belekeveredni egy olyan háborúba, amely a kapitalista nyugat malmára hajtaná a vizet. Határozottan visszautasította a britek próbálkozását. A vezetők. Adolf Hitler, Németország Führere. Mire Hitler visszaért Berlinbe a győztes franciaországi hadjáratból, már eldöntötte, hogy megtámadja és elfoglalja a Szovjetuniót. A náci pártot a kezdetektől fogva a kommunisták, zsidók és szlávok elleni mélységes gyűlöletre építette, és meg volt győződve arról, hogy a szovjet kommunizmus egy zsidó összeesküvés. Most kivételes lehetőség nyílt előtte, hogy megsemmisítse ideológiai és faji ellenségeit. Ugyanakkor megszerezné Németországnak azokat a forrásokat, amelyekkel több nemzedéken át biztosítaná a birodalom fennmaradását. Hitlernek két nagy félelme volt. Az egyik, hogy a Szovjetunió, amely már is erőteljes fegyverkezésbe kezdett, hamarosan olyan jól felkészül a háborúra, hogy a sikeres német támadás lehetősége szerte foszlik. A másik pedig, hogy az oroszok esetleg szövetségre lépnek a britekkel és az amerikaiakkal, azt pedig a szűkös német erőforrásokkal sosem tudná legyőzni. Ezért arra jutott, hogy a birodalom egyetlen esélye a fennmaradásra az, ha megsemmisíti a Szovjetuniót. Ezt viszont legfeljebb egy éven belül végre kell hajtani. 1940. július 31-én Hitler bejelentette a vezérkarának, hogy legkésőbb 1941 nyarán meg fogja támadni Oroszországot. A tábornokok azzal érveltek, hogy a britek ellenállása miatt fennáll a veszély, hogy Németországnak két fronton kell harcolnia. Hitler nem törődött az aggályaikkal. Látta a vörös hadsereg gyenge finnországi teljesítményét, és úgy vélte, csak be kell rúgni az ajtót, és az egész rothadt szerkezet összedől. Joszif Sztálin, szovjet diktátor. Sztálin 1928 óta a legördögibb és legkegyetlenebb eszközökkel őrizte meg hatalmi pozícióját. Mindenkit megöletett, aki veszélyt jelenthetett rá. 1937-ben a figyelme a szovjet fegyveres erők felé fordult. Egyetlen könyörtelen húzással kivégeztette mind a 11 védelmi komisszár helyettest, az 5-ből 3 hadseregtábornokot, a 15-ből 13 vezérezredest, valamint több tízezer közép- és altisztet. Még sokkal többet pedig munkatáborokba küldött. A kivégzett vezérkari parancsnokok helyére saját polgárháborús embereit ültette, bármilyen alkalmatlanok voltak. A Vörös Hadsereg egy éven belül a diktátor személyes ellenőrzése alá került. A finnektől elszenvedett megalázó vereség 1940-ben meggyőzte Sztálint arról, hogy a szovjet hadsereget meg kell reformálni. A németek hihetetlenül gyors győzelme Franciaország felett csak megerősítette abban, hogy sürgősen lépni kell. A fejlődés azonban lassú és bizonytalan volt, mivel szinte az egész orosz vezérkart kiiktatta. Bár Sztálint nagyon aggasztották a német törekvések, biztos volt abban, hogy amíg a britek ellenállnak, Hitler nem fogja megtámadni a Szovjetuniót. A német vezér nyomást gyakorol, hogy megkapja, amit akar, de nem kezdene háborúba, csak ha provokálják. Mivel olyanokkal vette körül magát, akik nem mertek ellent mondani neki, Sztálin a végsőkig kitartott amellett, hogy a németek fenyegetése pusztán egy óriási blöff.
támadási stratégia. A németek oroszországi győzelmének kulcsa mindenek előtt a gyorsaság. Hitler meggyőződése az volt, hogy a nyugati szovjet erőket az offenzíva megkezdése után 10 héten belül le kell győzni, és a teljes német győzelmet 17 héten belül ki kell vívni. Nem csak a hírhetten kemény orosz tél miatt, hanem azon vitathatatlan tény miatt is, hogy az üzemanyag, a muníció és az utánpótlás csak egy gyors és döntő hadjáratra elegendő. Minden az időzítésen áll vagy bukik. A németeknek kezdettől fogva számolni kellett azzal a fő természeti akadállyal, amely a Szovjetunió elleni bármely direkt támadás útjában állt. A Pripyaty mocsarakkal, amely egy 150 mérföld hosszan és 300 mérföld mélyen húzódó hatalmas, ingoványos, erdős terület volt. Arra számítottak, hogy a szovjet védőket két fő csoportra osztják a mocsár két oldalán a tartalékkal Moszkva körül. Az Otto hadművelet fedőnevű német offenzívát három hadseregcsoport kezdi meg. Kettő a mocsaraktól északra, egy pedig délre. A középső hadseregcsoportra hárul a legfontosabb feladat, egyenesen Moszkva, a szovjet rendszer központja felé nyomulni. Az északi hadseregcsoport Leningrád, egy fontos fegyveripari központ felé indul. A déli hadseregcsoport pedig Kijev felé támad Dél-Lengyelországból és Romániából. Miután mindhárom hadseregcsoport mélyen az országba hatolt, az északi és a déli hadseregcsoport a középső felé kanyarodik, a szovjet főváros elleni végső támadásra. A Moszkvát fenyegető veszély odavonja a vörös hadsereg megmaradt részét, ezáltal biztosítva teljes megsemmisítésüket. Bár a vezérkar 4 teljes hónapig dolgozott a terven, terepasztalon tesztelve és finomítva azt, Hitler távolról sem volt elégedett. Napóleon sorsától kísértve, aki elfoglalta Moszkvát, de nem semmisítette meg a vörös hadsereget, kitartott amellett, hogy a szovjet főváros lényegtelen. December elején Hitler egy csapásra megváltoztatta az egész hadjáratot. Az új tervet Barbarossa hadműveletnek nevezték el. Hitler szerint a vörös hadsereget a Dnyeper és a Dvina folyót összekötő vonaltól nyugatra kell szétzúzni. Terve mindenek előtt azt volt hivatott megakadályozni, hogy az ellenség visszavonuljon az ország belsejébe. Mint korábban, az északi hadseregcsoport Leningrádra csap le. A középső hadseregcsoport megpróbál áttörni Minsknél és Szmolensknél. Az új terv szerint viszont fő feladatuk az, hogy szétzúzzák a vörös hadsereget északon. Ezt két bekerítő hadművelettel valósíthatják meg Minszk, illetve a balti államok felől. A balti támadás végcélja Leningrád elfoglalása és az értékes kikötők megszerzése a Wehrmachtnak az utánpótlás biztosításához. A Pripyaty mocsarak alatt a déli hadseregcsoport egyenes támadást indít a Dnyeper felé Kijevnél.
majd a folyó mellett délkeletre nyomul tovább, hogy elvágja a visszavonulás útját. Így a szovjeteket hátulról támadják és semmisítik meg. Ezután a déli hadseregcsoport keletnek fordul a Donyec medence iparkörzete és a Kaukázus olajmezői felé. A támadók csak is azután foglalkoznak Moszkva elfoglalásával, miután az átkaroló hadműveletekkel megsemmisítették a Vörös Hadsereg túlnyomó részét. A szovjet tartalékos erők elpusztítása és a főváros kézrekerítése után a következő fázis a német védelmi vonal kiépítése Arhangelsktől a Volgáig. A Volgától keletre és az Uralon túl elterülő utolsó ipari körzeteket innen már könnyen eléri, és a földig bombázza a német légierő. Ipari bázis nélkül az oroszok nem tudnak számottevő védelmet kiépíteni az előrelátható jövőben. A Barbarossa hadművelet sikere a páncélos alakulatok teljesítményétől függ, amelyek minden támadást vezetnek. Viszont annak az embernek, aki a páncélos csapatokat vezette, már is komoly fenntartásai voltak a tervvel. Hans Guderian, a stratéga, aki a leginkább hozzájárult a német páncélos hadviselés kifejlesztéséhez, bátrabb támadást szorgalmazott. A páncélosok kizárólag fegyverekkel felszerelve és ejtőernyős utánpótlással gyorsan hatoljanak be mélyen az országba, talán egészen Moszkváig, és bénítsák meg az orosz védelmet. A többit elvégzi az őket követő gyalogság. Hitler és főleg gyalogsági vagy tüzérparancsnokokból álló vezérkara hallani sem akart Guderian tervéről. A páncélosok klasszikus bekerítő hadműveletet hajtanak végre maximum pár száz mérföldnyire a Szovjetunió területén belül. Sőt, a korai szakaszban a páncélosokat gyalogsági tábornokok irányítják. A páncélosok a németek legfőbb ereje az eddigi hadjáratokban, úgy kezdik el a birodalom történetének legfontosabb offenzíváját, hogy parancsnokaiknak meg van kötve a keze. Védelmi stratégia. Mióta Európában elkezdődött a háború, a Szovjetunió hatalmas élelmiszer, fém és olajkészleteket halmozott fel. Ugyanakkor a szovjetipar egyre nagyobb részét telepítették át messze keletre, az Uralon túli régió viszonylagos biztonságába. Sztálin viszont hallani sem akart arról, hogy a stratégiai készleteket is átvigyék keletre. Ez a kérdés egy nagyobb vita része volt Sztálin és katonai tanácsadói között. Hol vessék be a Szovjetuniót védő erőket? A nyugati határokon vagy beljebb? Az ország szívében? A 30-as években az orosz védelem gerincét a Sztálin vonal elnevezésű erődítménylánc képezte. A legerősebb elemei északon voltak, a Pripjaty mocsarak és a felső Dnyeszter között. Valamint határ közeli fontos városoknál, Leningrádnál, Pszkovnál, Szmolensknél, Kijevnél, Korosztennél és az Odesszához vezető területeken.
A rendszer óriási problémákat tudott okozni bármilyen támadónak. És védte a Vörös Hadsereg alakulatait az ellátóbázisokkal és kiképző táborokkal együtt. ...1941-re az oroszok lengyelországi, balti és romániai terjeszkedésével a Sztálin vonal jócskán hátul ragadt keleten a szovjet határ mögött. Sztálin elrendelte, hogy a Vörös Hadsereg menjen nyugatabbra, az erődítményeit és ellátó telepeit hátrahagyva foglaljon el pozíciókat az új határon. A Sztálin által erőltetett, előretolt védelmet sok orosz parancsnok határozottan ellenezte. Attól féltek, hogy egy német támadás esetén túl könnyen bekerítik őket. Nem volna idő kiépíteni az új védőállásokat, a hadsereg utánpótlási vonalai pedig veszélyesen megnyúlnának. Nem volt elég mozgatható haderő, jóval a határok mögött sem, hogy visszaverjen egy német áttörést. Sztálinnak azonban megvolt a saját terve. Azt remélte, hogy újabb támadást indíthat Finnország ellen, vagy még több területet csíphet le a Balkánból. Eközben a Vörös Hadseregtől azt várták, hogy a Szovjetuniót egy befejezetlen árokrendszerből védje meg. A hadvezérek. Walter von Brauchitsch, a német hadsereg főparancsnoka. Walter von Brauchitschot nevezte ki Hitler a német hadsereg főparancsnokává 1938-ban. Kompetens, de távolról sem kiemelkedő katona, akit inkább alkalmazkodó készsége, semmint szakmai hozzáértése miatt választottak ki. Ezzel egyidejűleg az egykor befolyásos főparancsnoki poszt névlegessé vált, és csupán Hitler parancsainak végrehajtó eszköze volt. Bár Brauchitsch volt a hadműveleti ügyek felelőse a lengyel és nyugati hadjáratok során, abban nem igazán volt beleszólása, hogy a háborút egészében hogyan vívják. Egyszer azért megpróbált szembeszállni Hitlerrel. A francia hadjárat előkészítésekor kritizálta a terv logisztikai hiányosságait, de a Führer szigorúan rendre utasította. A megaláztatást még azzal is fokozta, hogy nem fogadta el Brauchitsch lemondását. Amikor a Barbarossa hadművelet terve készült, Brauchitsch hangot adott készségének, hogy a Luftwaffe egyszerre Angliában és Oroszországban is tudna harcolni. Hitler azonnal ledorongolta, és amikor Brauchitsch direkt támadást javasolt Moszkva ellen, azt mondta neki, hogy ilyen ötlet csak egy hígagyúnak juthat eszébe. A porigalázott Brauchitschnak ez volt az utolsó kísérlete arra, hogy kifogásolja Hitler tervét, vagy megvédje a német hadsereg szakmai függetlenségét. Georgi Zsukov, vezérkari főnök. Georgi Zsukov a nagy háború alatt lépett be az orosz hadseregbe, majd a Vörös Hadseregbe 1918-ban, és gyorsan haladt felfelé a ranglétrán. Könyörtelen és szigorú parancsnok volt, aki nem tűrt el semmiféle gyengeséget a beosztottjaitól. Hírnevét a mongóliai orosz-japán háborúban alapozta meg 1939-ben. Ott a tüzérség, a gyalogság és a páncélosok merev összmunkájának erőltetésével szerezte meg a győzelmeit, tekintet nélkül az emberi veszteségekre.
1941. januárjában Zsukhov részletes terepasztal hadműveleteken vett részt Timosenko marsal védelmi komiszár vezetésével. Zsukhov vezette a németeket jelképező erőket. Elsöpörte az orosz védelmet a határon és mélyen behatolt a szovjet területre. Ezek után Sztálin kirúgta a vezérkari főnököt és Zsukhovot ültette a helyére. Mint majdnem minden szovjet parancsnoknak, Zsukhovnak is az volt a meggyőződése, hogy a legjobb védelem a támadás, viszont így hely kellett a manőverezéshez. Alapjaiban ellenezte Sztálin nyugati határra előre tolt védelmi tervét, és erős alakulatokat akart az ország belsejében hátul tartani. Bár Zsukhov később a Vörös Hadsereg azon kevés vezetői közé lépett, akik hajlandóak voltak nyíltan vitatkozni a diktátorral, ő ezúttal nem mert túlzottan kardoskodni. A szemben álló erők. A Wehrmacht. Hitler miután eldöntötte, hogy megtámadja az oroszokat, a német hadsereg jelentős bővítését rendelte el. A Barbarossa hadművelet idejére már majdnem 4 milliós hadserege volt, 200 hadosztállyal. A minőségben azonban nem állt be hasonló arányú változás. Hitler rendeletére a páncélos hadosztályok számát megduplázták, 10-ről 20-ra. A parancs kiadásakor jellemzően nem foglalkozott azzal, honnan szerzik meg az extra tankokat. Ennek eredményeképpen minden hadosztály gépeinek a száma kevesebb, mint harmadára csökkent, átlagosan 160 tankra. Nem volt elegendő az új, nehezebb típusokból sem ennek ellensúlyozására. A Barbarossánál a gépek több mint fele Mark 1 és 2, illetve Cseh 38-as könnyű harckocsi volt, amit nem páncélos hadviselésre terveztek. Kiegészítő járművekben is hiányt szenvedtek. Minden páncélos hadosztálynak legalább 3000 teherautóra volt szüksége a gyalogság, az üzemanyag és az utánpótlás szállítására. Az újonnan kialakított gépesített gyalogsági ezredeknek szintén teherautók kellettek volna, de Hitler nem irányozta elő a gyártás növelését. Sok egységet ehelyett főleg a franciáktól zsákmányolt a németekénél sokkal gyengébb járművekkel láttak el. Az abroncskészlet is csak fele volt a szükségesnek. Sőt, a német hadsereg olyan távol volt a gépesítéstől, hogy a gyalogsági hadosztályoknak 625 ezer lóval kellett beszállítania az utánpótlást a Szovjetunióba. Lengyelországban és nyugaton a Luftwaffe kulcsfontosságú szerepet játszott a földi hadmozdulatok támogatásában. A német repülők ernyőt húztak a gyalogság fölé, elvágták az ellenség utánpótlási vonalait, továbbá támadták a csapatközpontokat és erődítményeket. Ezúttal nem volt biztos, hogy a légierő hasonlóan tud majd teljesíteni. Az angliai csatában a Luftwaffét iszonyúan megtépázták, és nem volt több repülőgépe az orosz hadjáratra, mint amennyit a franciák ellen vetett be 1940-ben. Ráadásul a gépek egyharmada javításra vagy felújításra szorult. A Wehrmacht. Fegyverek. A Mark 3-as harckocsi. A Mark 3-as harckocsit 1937-ben tervezték a német páncélosok alapdarabjaként.
A franciaországi csatában a Mark III-as nagyon erős páncélzatú ellenséges tankokkal került szembe, 37 mm-es lövegének pedig távolról sem volt elég tűzereje. Az 1940-es harcok után Hitler elrendelte, hogy a Mark III-ast egy erősebb 50 mm-es L-60-as nagysebességű löveggel szereljék fel. Viszont az ellátási problémák és a zavar miatt, ami jellemzően akkor alakult ki, ha a Führer személyes ötleteit próbálták teljesíteni, egy másik löveg került a tankra. Az 50 mm-es L-42-esnek kisebb volt a lősebessége, mint az L-60-asnak, és a Szovjetunióban elégtelennek bizonyult a legújabb szovjet tankok vastag, döntött páncélzata ellen. A Messerschmitt 109F. A Barbarossa hadművelethez a német légi alakulatokat a Messerschmitt 109-essel szerelték fel, amely kiváló repülőgép volt és jobb mindegyik létező szovjet vadászgépnél. A 109F, amely 1941 tavaszán eljutott a századokhoz, jelentősen jobb volt az elődjénél. A géptörzs aerodinamikailag letisztultabb lett, a szárnytávolságot megnövelték, így minden magasságban jobb teljesítményre volt képes. A repülőgép fázát szintén megerősítették, hogy kihasználják az új típusú DB601-es motorok által kínált nagyobb meghajtóerőt. Gyors, mozgékony és élvezett vezetni. A 109F-nek egy gépágyúja volt a légcsavartengelyben és két géppuskája a törzs orrban. Mivel a pilóták keveselték a korai F-ekre szerelt 15 mm-es ágyút, a későbbi modelleket a sokkal nagyobb tűzerejű 20 mm-essel látták el. A PAK 36-38. A PAK 36-os páncéltörő ágyút 1938-ban állították hadrendbe a német hadseregben. A franciaországi csatában a 37 mm-es fegyver távolról sem volt megfelelő a francia és brit tankok vastag páncélzata ellen. A löveg 500 méterről át tudott ütni ugyan 50 mm-es páncélt, de csak ideális körülmények között és ha a megfelelő szögben találta el a páncélzatot. ...1940-ben egy sokkal hatékonyabb ágyút vetettek be. Az 50 mm-es PAK 38-as 500 méterről 80 mm vastag páncélon is áthatolt, de megint csak ideális körülmények között. Oroszországban a gyalogsági hadosztályok 72 darab páncéltörő ágyúja közül csak alig 10 volt PAK 38-as. A többi a sokkal kevésbé hatékony, 37 mm-es. A katonák. A Wehrmacht. Az előző két év fényes győzelmei után a német katonák szentül hitték, hogy a Wehrmacht legyőzhetetlen. A kiképzés, taktika és hadvezetés terén a német hadseregnek nem volt párja, 1941-re pedig még jobb lett, mint azelőtt. A harctéren szerzett tapasztalatokat kamatoztatták a kiképzésben, a katonák és a tisztek közötti jó kapcsolat és bizalom pedig a harc során új szintre emelkedett. Ami a tiszteket illeti, bár taktikailag épp oly képzettek és fegyelmezettek voltak, mint a német hadsereg történetében bármikor, sokuknak nagyon kevés közös vonása volt katonai elődeikkel. Hitler alatt a hagyományos katonai réteg befolyása meggyengült, és az újrafegyverkezés miatt ugrásszerűen megnőtt a tiszti állomány létszáma.
Az újonnan kinevezett katonák nagy része elkötelezett náci volt, sőt a többiek is fokozatosan átvették a náci elveket. Ekkorra a német tisztek között széles körben elterjedt a zsidó gyűlölet és az a meggyőződés, hogy az oroszok alsóbbrendűek. Amikor Hitler elrendelte, hogy Oroszországban könyörtelenül lépjenek fel a bolsevikok, partizánok és zsidók ellen, a német tisztek semmilyen szinten nem tiltakoztak. A Szovjetunióban a német hadsereg a barbarizmus olyan szintjére fog süllyedni, amely csupán az egyel korábbi generációból származó tisztek számára is még elképzelhetetlen lett volna. A szemben álló erők. A vörös hadsereg. Bár a vörös hadseregnek 4,5 millió embere és 23 ezer tankja volt, ami több, mint az egész világnak együttvéve, a felszerelése nagyrészt elavult, elvei zavarosak, műveleti hatékonysága pedig szánalmasan rossz volt. A finn, majd a franciaországi német győzelmek sokkoló hatására a hadsereg rohamtempóban reformokba kezdett, de ez gigantikus feladat volt. Legelőször is a Sztálin által 1939-ben felosztatott nagyszámú gépesített haderőt kellett helyreállítani. A harckocsikat szétszórták a gyalogsági hadosztályok között, és most a semmiből kellett felszerelni és kiképezni őket. ...1941 tavaszára a szovjet fegyveres erők újjászervezése távolról sem volt teljes. Az orosz tankoknak mindössze 30%-a volt harcképes. Az új gépesített hadtest csupán fele annyi gépet kapott, mint amennyit ígértek nekik. Hiányt szenvedett motoros kísérő járművekben is egyáltalán nem voltak lánctalpas vagy gyalogsági járművei. Az egész vörös hadsereg szállítóeszköz és alkatrész hiánnyal küzdött. A tüzérségnél gondot okozott az új tankok és a páncéltörő ágyuk elégtelen lőszerkészlete. Kétségbejtő hiányt szenvedtek az egyéb felszerelések terén is, különösen ami a rádiókat illeti, és szinte az összes orosz páncélos alakulatnál kizárólag az egységparancsnokoknak volt adóvevője. A vörös hadsereg többi részéhez hasonlóan a légierő is hatalmas számú elavult és rosszul karbantartott géppel, valamint felszerelési hiánnyal küzdött. A légierő gondjai tovább súlyosbította, hogy 1000 nyugati reptérből csak 200 volt működőképes. A vörös hadsereg. Fegyverek. A BT-7-es gyors harckocsi. A BT-típusú gyors harckocsiknál alkalmazott forradalmian új felfüggesztést Amerikában fejlesztették ki, majd eladták a licenszet az oroszoknak a 30-as évek elején. Ezek a tankok kitűnő terepjáró tulajdonságokkal rendelkeztek, és elérték az akár 80 km/h sebességet is. Bár 45 mm-es lövege majdnem olyan jó volt, mint a hasonló kaliberű legjobb német lövegek, a BT-7-es vékony páncélzatát könnyen átütötte bármelyik német tank vagy páncéltörő ágyú. A német offenzíva előestéjén a vörös hadsereg közepes harckocsijainak zömét a BT-7-esek alkották. A T-34-es közepes harckocsi. A T-34-es volt a II. Világháború legjobb felépítésű tankja. 1940-ben állították hadrendbe a Vörös Hadseregnél. Kitűnő felfüggesztését a BT-7-eséből fejlesztették ki. Széles nyomtávja és erős dízelmotorja révén pedig képes volt átjutni olyan terepen is, amely minden más hasonló súlyú tank számára járhatatlannak bizonyult.
A T-34-es páncélzata vastag volt és döntött a páncéltörők kivédésére. Nagy sebességű 75 mm-es lövege a világ legjobb harckocsi lövegének számított. Ezzel a hatásos fegyverrel a T-34-es nagy távolságból tudta megsemmisíteni az ellenséget kis kockázat mellett. A német offenzívát követő 12 hónapban a Szovjetunió közel 1200 T-34-es gyártott. A kezdeti nehézségek ellenére a harc kimenetelét hatalmas mértékben befolyásolja majd ez a szám. A Petlyakov PE-2-es. A Petlyakov PE-2-est 1940 végén vetették hadba a szovjet légierőnél. Bár magassági vadászgépnek készült, végül könnyű bombázóként vált az orosz hadsereg egyik leghasznosabb fegyverévé. A pilóták kedvelték, mert könnyen irányítható, zuhanó repülés közben stabil és rendkívül pontosan célzó bombázó volt. Emellett gyorsabb is volt, mint a német 109E vadászgép, bár amikor a későbbi 109F-ekkel került szembe, csak úgy menekülhetett, hogy sokkal magasabbra tudott emelkedni, ám ennek a bombázás pontossága látta kárát. A PE-2-es a szövetségesek légierejének egyik legsikeresebb gépe volt, és a háború alatt folyamatosan frissítették. Bár a Barbarossa hadművelet kezdetekor csak 458 szolgált belőle, a csata végére nagyon nagy károkat okozott a német páncélosok és utánpótlási oszlopok soraiban. Katonák, a Vörös Hadsereg. A sztálini tisztogatás előtt a Vörös Hadsereg újító szellemű és igen képzett haderő volt. Ám a jól képzett katonák egy teljes generációjának elvesztése miatt kétségbeejtő hiányt szenvedett hozzáértő tisztekben minden szinten. Egy korai előléptetés hullám folytán tisztek ezrei a képességeiket jócskán meghaladó posztokba kerültek hirtelen. A zászlóaljak parancsnokai közül alig 10%-nak volt alhadnagyinál magasabb képzettsége. Intenzív kiképzésbe kezdtek elsősorban a gyalogsági tisztek körében, de nagyon kevés volt az idő. A helyzet olyan komolyjá vált, hogy 4000 munkatáborokba küldött vagy elbocsátott volt tisztet hoztak vissza. Az orosz légierőnél a gyors bővítés még nagyobb kiképzési gondokat okozott, mint a hadseregnél. A pilóták kiképzése hosszadalmas folyamat. A túlterhelt és rosszul felszerelt repülőiskolákban nem volt elegendő harcedzett oktató sem. Sok orosz pilóta száll szembe a Luftwaffe veterányaival mindössze 15 óra repüléssel a háta mögött, és még a jobban képzettek sem tudtak egyáltalán taktikázni. A csata előestéje. A Szovjetunió megtámadását elrendelő 21. direktívában Hitler május 15-ére jelölte meg az előkészületek befejezését. A hónap elején közel 80 német hadosztály már a helyén volt. A csapatmozgásokat egy gondosan kitervelt megtévesztő és félrevezető kampánnyal fedezték.
Titokban több tucat előre tolt repülőteret építettek, és hatalmas üzemanyag, élelem és lőszerkészleteket halmoztak fel a támadási területeken. Már is utaltak rá jelek azonban, hogy Hitler menetrendje meghiúsul. 1940 tele rendkívül hosszú és kemény volt. A keleti határzónát még mindig sártenger borította. A hadsereg még távolról sem kapott annyi teherautót, mint amennyi kellett volna. Az egyre valószínűbbnek tűnő elnapolást a déli események hamarosan elkerülhetetlenné tették. Október 1940-ében Olaszország megtámadta Görögországot, de a görögök visszaverték őket Albániába. A britek egy expedíciós különítményt küldtek a görögök segítségére, váratlanul komoly fenyegetést jelentve Németország romániai olajtartalékaira. Hitlert feldühítette a britek közbelépése, ezért elrendelte Görögország megszállását. A görög offenzíva egyszerű hadműveletnek indult, és Hitler azt hitte, számíthat Jugoszlávia támogatására is. Március 27-én azonban brit ügynökök ösztönzésére egy németellenes frakció államcsínyt hajtott végre, és megdöntötte a jugoszláv kormányt. Hitlernek rögtönöznie kellett. Április 6-án a német csapatok az erőteljes páncélos alakulatok vezetésével lerohanták Jugoszláviát és Görögországot. Amíg a páncélosokat vissza nem lehet hívni a Balkánról, a Szovjetuniónak várnia kell. A Barbarossa hadművelet új időpontját június 22-ére tették át. A csata. Jugoszlávia legyőzéséhez a németeknek csaknem 12 nap kellett. Pusztító hadjárat volt, amelynek során Belgrádot, a fővárost rommá bombázták, és 17 000 polgári szemét megöltek. Két hét múlva Görögországot is elfoglalták. Április végére a brit expedíciós erőt a tengeren át kimenekítették, de több ezren hadifogságba estek, és ott hagyták a nehéz felszerelés nagy részét. Amint a balkáni hadjárat véget ért, a német páncélosok és központi egységek elkezdtek észak felé csorogni, hogy csatlakozzanak a Romániában, Lengyelországban és Észak-Poroszországban gyülekező nagyszámú sereghez. Eközben a Luftwaffe felderítő egységei őrült tempóban dolgoztak. A nappali világosság minden percét kihasználták az orosz csapatmozgások, ellátóbázisok, főhadiszállások és repterek feltérképezésére a későbbi bombázásokhoz. A csatarend. A Wehrmacht. Oroszország lerohanásához a teljes német hadsereg 75%-át, több mint 3 millió ember gyűjtöttek össze három hatalmas hadsereg csoportba. A támadás páncélosöklét több mint 3,500 harckocsi képezte, míg a földi csapatokat 2,500 repülőgép támogatta. Egy ilyen óriási manővert lehetetlen volt teljesen eltitkolni az oroszok elől. Hitler azonban kész magyarázattal szolgált Stalinnak.
Elképesztő arcátlansággal azt üzente neki, hogy azért viszi a csapatait Lengyelországba, hogy megvédje őket a brit bombázóktól. Június elejére a gyalogsági haderő már elfoglalta pozícióját a szovjet határ mellett. Hamarosan a gépesített egységek és a támadó éket alkotó páncélos hadosztályok elkezdtek közelebb férkőzni a támadás indítási helyéhez. Az északi hadseregcsoport Észak-Poroszországban gyülekezett. A Wilhelm von Leeb hadseregtábornok vezette hadseregcsoportot a 18. és a 16. hadsereg alkotta. Von Leeb páncélos éke a Höppner tábornok által vezetett 4. páncélos csoport volt. A gyalogsági erőt 20 hadosztály, a páncélos csoportot 3 páncélos és 3 gépesített gyalogsági hadosztály alkotta. A finn, karéliai és délkeleti hadseregek később lépnek harcba, laza együttműködésben az északi hadseregcsoporttal. Légi fedezetként az első légi flottát mozgósíthatta. A középső hadseregcsoportot Lengyelországban állították hadba. A Fedor von Bock hadseregtábornok vezette hadseregcsoport a 9. és a 4. hadsereg erőiből állt. Páncélos erejét Hoth 3. és Guderian 4. páncélos csoportja alkotta. A két gyalogsági hadsereg 33 hadosztályt, a páncélos haderő 9 páncélos hadgépesített és 1 lovassági hadosztályt sorakoztatott fel. A középső hadseregcsoport légi fedezetét a 2. légi flotta biztosította. A déli hadseregcsoport Dél-Lengyelországban és Romániában állomásozott. A Gerd von Rundstedt hadseregtábornok vezette haderőt, a lengyelországi 6. és 17. hadsereg, valamint a romániai 11. hadsereg képezte. Páncélos erejét Kleist első páncélos csoportja alkotta. A gyalogsági hadsereg 33 hadosztályból, míg a páncélos csoport 5 páncélos és 3 gépesített hadosztályból állt. Von Rundstedtet 2 román hadosztály, a 3. és a 4., 1 magyar és 1 szlovák gyalogsági hadtest, valamint 1 olasz gépesített hadtest erősítette. A földi hadműveleteket a 4. légi flotta támogatta. A csatarend. A vörös hadsereg. A német offenzíva előtti utolsó 2 hétben a szovjet hadi előkészületek drámai módon felgyorsultak. Bár Sztálin még mindig nem akarta elhinni, hogy a német veszély valós, parancsnokai, ahol lehetett, mindenhol óvintézkedéseket foganatosítottak. 793 ezer tartalékost hívtak be kiképzésre, hogy legalább a frontvonal egységeit megerősítsék. A határvidéki erődítmények építését is felgyorsították, bár ez gyakran azt jelentette, hogy szállítóeszközöket, traktorokat és embereket vontak el a hadseregtől. A légvédelmi állásokat is megerősítették, bár még mindig parancs tiltotta, hogy tüzet nyissanak német repülőkre. A teljes szovjet haderőből 2.900.000 embert a nyugati határon állítottak hadba, 15.000 tankkal és 9.000 repülőgéppel. További hadosztályok voltak úton. A német támadás megindításakor azonban a teljes szovjet mozgósítás még meg sem kezdődik. A
A Szovjetunió nyugati részét 4 hadiövezetre osztották. A balti, a nyugati, a kijevi és az odesszai körzetre. A harc kezdete után ezeket átszervezték és átnevezték frontá. Az észak-nyugati front parancsnoka Fjodor Kuznyecov vezérezredes volt. Kuznyecov a 8. és a 11. hadsereget irányította a 27. hadsereggel a második hullámban. Az észak-nyugati front összesen 28 lövész, 4 harckocsi és 2 gépesített hadosztályból állt. A nyugati front Dmitrij Pavlov tábornok parancsnoksága alá tartozott. A haderőt az összesen 25 lövész és lovassági, 13 páncélos és 7 gépesített hadosztályt felsorakoztató 3., 10. és 4. hadosztály képezte, a 13-kal, mint legfelsőbb parancsnoksági tartalékkal. A délnyugati front Ukrajnában volt, és Mihail Kirponosz vezérezredes irányította. Parancsnoksága alá az 5., 6., 26. és 12. hadsereg tartozott, 27 lövész és lovassági, 12 páncélos és 6 gépesített hadosztállyal. A Fekete-tenger határán meghúzódó déli front parancsnoka Iván Tyulenev tábornok volt. Tyulenevnek a 9., majd később a 18. hadsereg állt rendelkezésére, 17 lövész és lovassági, 6 páncélos és 3 gépesített hadosztállyal. A már a 4 szovjet fronton tartózkodó hadseregeken kívül a 22-et, a 19-et, a 21-et és a 16-at is nyugatra vezényelték, összesen 114 hadosztállyal. Ezek a csata kezdete után érkeznek meg. A frontok mindegyikének bombázókból és vadászgépekből álló saját légiereje volt a földi hadműveletek támogatására. Első szakasz. A határmenti harcok. június 22-én, vasárnap hajnali 3 óra 15 perckor a német fegyverek lőni kezdték a szovjet határszektorokat egymás után. A sortűz gondosan meghatározott célpontokra irányult, a kommunikációs központokat, üzemanyag- és lőszerraktárakat, határvédelmi állásokat és a katonai barakkokat mind irgalmatlanul támadták. A szovjet határőröket több száz határállomáson figyelmeztetés nélkül lelőtték különleges kommandós egységek, akik a hidakat és határátkelőket biztosították. Messze az ostromlott szovjet határegységek mögött hajnalban német vadászgépek tűntek fel. Az első hullám pusztító csapásai a Vörös Hadsereg reptereire zúdultak. A legtöbb orosz repülőgép a földön pusztult el. A Luftwaffe csupán az első napon több mint 1400 orosz gépet semmisített meg. A szovjet határvédelemre és a hátsó területekre zúduló bombaeső közben az orosz parancsnokok fejvesztve próbálták értelmezni a Moszkvából érkező parancsokat. Figyelmeztették őket, hogy ne reagáljanak a provokációra, de azt nem mondták meg nekik, mit tekintsenek provokációnak és mit totális támadásnak. A zűrzavar közepette parancsokat adtak ki, majd vontak vissza. Sok egység semmiféle parancsot sem kapott. A fontosabb kommunikációs központokat lerombolták a bombák, vagy kiiktatták a németek által kiképzett nacionalista szabotőrök.
Reggel 6 órára Kelet-Poroszországtól a Kárpátokig húzódó határzóna egyetlen gigantikus csatamező volt. Azonban középen, Belorussziában volt az a hely, ahol a német gépesített egységek fele akcióba lépett, és ahol a kezdőfázis legfontosabb összecsapásaira sor kerül. A német középső hadsereg csoporttal 4 szovjet hadsereg állt szemben. A 10., 3., 4. a nyugati frontról, valamint a 11. az északnyugati frontról. Az oroszok elfoglaltak egy kiszögellést, amely német területre nyúlt be, Bialisztokkal a közepén. Bialisztok mögött feküdt Minszk, fontos vasúti központ és a Moszkvába vezető főút őrzője. Északon a 3. páncélos csoport áttört a 2 szovjet front találkozási pontjánál és átkelt a Nyeman folyón. A 2. páncélos csoport a Bug folyó felé nyomult és 40 mérföld mélyen behatolt a Szovjetunió területére. Az oldalt előretörő páncélosok között a 4. és 9. gyalogsági hadsereg bekerítő hadműveletekkel benyomult a kiszögellésbe és körülzárta az orosz seregeket Bialisztoknál. A páncélosok célja az volt, hogy Minsknél találkozzanak és megakadályozzák az oroszok visszavonulását. Miközben a németékek áttörtek a szovjet határvédő seregeken, Moszkva nem mérte fel, mekkora katasztrófa érte Oroszországot. Az első nap estéjén Timosenko honvédelmi komiszár elrendelte, hogy mindhárom szovjet front lendüljön ellentámadásba és söpörje ki az ellenséget a szovjet területről. Timosenko parancsa képzelgés volt. A szovjet tartalékokat még nem mozgósították teljesen, és nem volt hadműveleti terv sem. Pavlov tábornok, a kulcsfontosságú nyugati front parancsnoka csak annyit tehetett, hogy a januári hadi játékokhoz folyamodott inspirációért. Mivel az irányítás és a kommunikáció a frontvonalon teljesen megszűnt, égtek az üzemanyag és lőszerraktárak, és a német légierő uralta az eget, a támadások eleve kudarcra voltak ítélve. Június 27-én, a háború kezdete után 5 nappal a Guderian 2. és Hod 3. páncélos csoportjából álló harapófogó bezárult Minszk körül. 320 kilométer mélyen a Szovjetunióban, 2/3 útnyira Moszkvától. Döbbenetes eredmény volt. A Bialisztok és Minszk körül kialakult hatalmas katlanban 32 szovjet gyalogsági és 8 harckocsi hadosztály nézett szembe a halállal. Miközben a középső hadsereg csoport a szovjet nyugati frontot törte át, az északi hadsereg csoport 600 tankja a szovjet észak-nyugati front 8. és 11. hadseregének találkozásánál támadott. A németéket a 4. páncélos csoport 41. és 56. dandárja alkotta. Át akartak kelni a Nyeman és a Dvina folyón, az északi hadsereg csoport útjában álló legnehezebb természeti akadályokon. A támadás első napján a páncélos ékek átkeltek a Nyeman, és 80 km mélyen behatoltak az országba. A második napon
Razienájnál a szovjet 12. és 3. gépesített hadtest 300 tankja támadásba ment át a 41. páncélosok ellen. A németeknek 4 napig tartott, hogy bekerítsék és szétzúzzák az orosz erőket. Eközben az 56. páncélos hadtest a Dvina folyó felé nyomult, és egy rendkívüli húzással a hidakat épp állapotban foglalta el Dvinsknél. A Dvina hidak elfoglalása és Dvinszk eleste után az 56. páncélosok vezető alakulatai dühötten nekiláttak, hogy kiterjesszék a hídfőállást. Egy soha vissza nem térő lehetőség nyílt előttük. Egy azonnali, közvetlen előretörés lehetetlenné tenni, hogy a szovjetek megvédjék Leningrádot. De nem így volt megírva. A parancs, amit a harckocsizók alig akartak elhinni, úgy szólt, hogy be kell várni a gyalogságot. Végül csak nem 1 hetet kellett várniuk. Miközben a német hadműveletek északon és középen drámai előrelépést hoztak, délen a megszálló erők olyan szektorban támadtak, amelynek parancsnokai gyorsan felismerték a németek szándékát, és óriási túlerőben voltak a páncélosokkal szemben. A támadók kezdettől fogva kemény ellenállásba ütköztek. A német oldalon a déli hadsereg csoport bal szárnyát a 17. és a 6. hadsereg alkotta az első páncélos csoporttal. Velük szemben a szovjet 5., 6. és 26. hadsereg állt. Míg a német gyalogság az orosz alakulatok csatlakozási pontjait támadta, az első páncélos csoport 600 tankból álló éke Brody felé indult. Június 26-án 5 szovjet gépesített hadtest, több mint 1000 tankkal masszív ellentámadást indított északról és délről. A cél az volt, hogy bekerítsék és Dubnónál körülzárják az első páncélos csoportot. Az első páncélos csoport és a szovjet délnyugati front páncélosainak összecsapása az egész háború egyik leghevesebb csatája volt, 4 teljes napon át. Az oroszok elszántan küzdöttek. A német tankok és páncéltörő ágyúk parancsnokai látták, hogy az új szovjet T-34-esek és a nehéz KV-k szinte immunisak a fegyvereikre. A tankokat viszont ritkán irányították jól, vagy tömörítették ütőképes csapatokba. Így el tudták egymástól keríteni, majd a lánctalpakat lelőve mozgásképtelenné tudták tenni és közelharcban megsemmisíteni őket. Eközben a Luftwaffe szabadon garázdálkodott a harcmezőn, és minden útjába kerülő orosz tankot kilőtt. A szovjet páncélosok átkaroló hadművelete nem sikerült. Bár az első páncélos csoportot nagyon megtépázták a Dunó melletti csatában, harcképes állapotban túlélte az összecsapást. A szovjetek viszont nem. Az utolsó, jelentősebb harckocsizó erőket felemésztette a pokoli ütközet. Helyzetjelentés. A
A Barbarossa hadművelet első hetének végére mindhárom német hadseregcsoport döntő csatákat nyert a határon, és szétverte az oroszok összes ellentámadását. A német vezérkar ünnepelt, és már is arról beszélt, hogy két hét múlva Moszkvánál lesznek. Hitler azt mondta, az oroszok minden szempontból elvesztették a háborút. Ám a felhőtlen öröm egy hétig sem tartott. A középső front eseményei láttán Hitler kitörő öröme rendkívüli aggodalomba csapott át. A német katonák legnagyobb döbbenetére a Minszk és Bialisztok között bekerített oroszok tovább harcoltak még a legkilátástalanabb helyzetben is. A felszámolás túl hosszú ideig tartott és túl sok német áldozattal járt. A német gyalogság motoros járművek híján lassan zárta le a bekerített ellenség útját, és sok orosz átcsúszott a hálón, pedig Hitler pontosan ezt akarta elkerülni minden áron. Bár 290 ezer orosz hadifogoly menetelt nyugat felé, továbbá 1500 ágyút és 2500 tankot zsákmányoltak vagy pusztítottak el a németek, 250 000 orosz katona elkerülte a csapdát vagy átküzdötte magát a szovjet vonalakig. Amikor Hitler és vezérkara felismerte, hogy Bialisztoknál és Minsknél csak részleges győzelmet arattak, súlyos megtorlás következett. Hitler a középső hadsereg csoport három parancsnokát hibáztatta, de főleg a páncélos tábornokokat, hogy réseket hagytak a gyűrűn. A páncélosok parancsnokait mélyen frusztrálta, hogy a keleti irányú előrenyomulás egy hétre leállt, és be kellett várniuk a gyalogságot. Attól féltek, hogy a páncélos offenzíva lendülete megtörik, és az orosz ellenállás keletebbre, a Dnyeper és a Dvina folyónál megerősödik. Második szakasz. A belügyi helyzet. Sztálin július 3-án szólt először a szovjet néphez a német invázió kezdete óta. Félretéve a kommunista ideológiát, honvédő háborúra szólított fel. A megadás szóba sem jöhet, és mindent, ami a megszállók hasznára lehet, meg kell semmisíteni. A vonalak mögött partizán csapatokat kell létrehozni. A stratégia az, hogy a Szovjetuniót nyugaton kell megvédeni, a lehető legmesszebb a nagy lakosságú és ipari területektől. Utasítást adott, hogy a megszállók útvonalán lévő gyárakat szereljék szét és telepítsék át keletre a munkásokkal együtt. Mindehhez azonban idő kellett. Attól félve, hogy a szovjet állam a teljes összeomlás szélén áll, Sztálin azonnal a legsúlyosabb büntetést vezette be a pánikkeltők, a feladatukra alkalmatlanok és a megfutamodók ellen. A következő hetekben Pavlovot, a nyugati front parancsnokát a tisztjeivel együtt kivégeztette. Azon alacsonyabb rangú parancsnokok közül, akik a katlanokból kitörtek, sokat agyon lövetett, mert nem tartottak ki a végsőkig. Eközben a vonal német oldalán a Vörös Hadsereg azon tagjait, akiket kommunistáknak, komisszároknak vagy zsidóknak véltek, átadták az SS kommandóknak azonnali kivégzésre. Az elkövetkező hónapokban a Vörös Hadsereg sok egysége a végsőkig fog harcolni, mert vezetőik sem magukat megadni, se visszavonulni nem mernek.
Azon a napon, amikor Sztálin nagy honvédő háborúra szólította a népet, a középső hadsereg csoport páncélosai végre engedélyt kaptak az előrenyomulás folytatására. A fő páncélos erők már egy hete egy helyben toporogtak, ám azon a napon, amikor az általános offenzíva folytatódhatott volna, az időjárás közbeszólt. A július elejére jellemző zivatarok a homokos utakat sárfolyókká változtatták, és a meginduló páncélos hadosztályok órákra elakadtak. Mindeközben az oroszok még elszántabban védekeztek. Sok hidat felrobbantottak, és most először aknákat raktak le, hogy lelassítsák a németeket, ami nem volt nehéz, mivel a konvojok kénytelenek voltak a kevés betonúton maradni. Ezáltal a szovjetek időt nyertek egy ütőképes páncélos ellencsapás megszervezésére. A középső hadseregcsoport végső célja Szmolenszk városa, a Moszkvába vezető útőrzője volt. A németekkel szemben a Dnyeper és a Dvina folyók mentén húzódott a régi Sztálin vonal erődítménylánca. A nyugati front 13. hadserege, valamint a legfelsőbb parancsnoki tartalékos 22., 20. és 21. hadsereg védte. Egy másik sereg, a 19. Vityebsknél sorakozott fel, míg a 16. Szmolenszkhez érkezett. Az oroszokat leginkább a 3. páncélos csoport 39. dandárja általi veszély aggasztotta, északon. Július 6-án a 20. hadsereg 7. és 5. gépesített hadteste támadást indított 700 tankkal. A németek elsöprő légiereje teljesen megsemmisítette a két szovjet gépesített hadtestet a háromnapos csatában. Eközben a 20. páncélos hadosztály elfoglalt egy hídfőállást a Dvina keleti partján, és Vityebszket fenyegette. Délen a 2. páncélos csoport meglepetésszerű támadásokat indított, eltávolítva a védőket a Dnyeper folyó főbb átkelőitől. A 13. hadosztályt visszaszorították, és elvesztett 5 hadosztályt. Amikor mindkét német páncélos csoport elindult kelet felé, 3 szovjet hadsereg nézett szembe a bekerítés veszélyével Szmolensknél. Szmolensktől délre Guderian 2. páncélos csoportja sebesen tört előre, és a 29. gépesített gyalogsági hadosztálya július 16-án elfoglalta a várost. Nyugaton azonban Hoth 3. páncélosai sokkal lassabban haladtak. Az ingoványos területen az eső még jobban hátráltatta őket, az oroszok pedig elkeseredetten küzdöttek, hogy kiszabaduljanak a köréjük fonódó csapdából. Július 18-án a két nagy páncélos csoport által alkotott gyűrű 16 km hiány bezárult, de a szárnyakat még 8 napig nem sikerült összezárniuk. Végül bár 300 000 oroszt elfogtak, több mint 200 000 kitör, és a németek és Moszkva közé áll. Harmadik szakasz. A hadsereg szárnyak. Ekkorra a hadjárat 4. hetében a német parancsnokok és maga Hitler számára is világossá vált, hogy durván alábecsülték a vörös hadsereg által hadba állítható hadosztályok számát. Semmi jele nem volt annak, hogy a Szovjetunió az összeomlás szélén állna, sőt, aggasztó veszélyt jelentett a középső hadseregcsoport szárnyaira. Augusztus 4-én Hitler a középső hadseregcsoport főhadiszállására repült a Minsktől keletre fekvő Borisovba.
Ekkorra hitét vesztette a bekerítő hadműveletekben, és kezdte azt gondolni, hogy a legjobban a gazdaság tönkretételével tudja legyőzni a Szovjetuniót. Tehát jobban kell haladniuk délen, hogy elvágják az oroszok olajellátását, északon pedig gyorsan el kell foglalniuk Leningrádot. Elment Minszkbe, hogy közölje a középső hadsereg csoport parancsnokával, von Bock hadseregtábornokkal, hogy a Moszkva felé nyomulást állítsa le, és a tankokat küldje Leningrádba és Ukrajnába. Hitler terve a páncélosokat egy 500 kilométeres kitérőre küldte. A páncélos tábornokok, Guderian és Hoth elszörnyedtek. Moszkva már csak 300 kilométerre volt a fronttól, és a vörös hadsereg legnagyobb részét a város köré vezényelték. A tábornokok biztosak voltak abban, hogy csak egy támadással lehet esélyük a háború azonnali megnyerésére. Viszont Hitler hajthatatlan volt, és a főparancsnok von Brauchitsch utolsó kétségbe esett kérvényét rögtön visszautasította. Hitler panaszkodott, hogy tábornokai semmit sem tudnak a háború gazdasági vonatkozásairól. A páncélosokat átvezénylik, és ez végleges. Július közepére a Pripyat mocsaraknál a déli hadsereg csoport 6. hadserege és az első páncélos csoport Kijev alá ért. A páncélosok ezután délre kanyarodtak, míg a romániai előrs, a román 3., valamint a német 11. és 17. hadsereggel kelet felé tört előre. 3 szovjet hadsereget zártak körbe Umannál. Kiiktatásuk után a tankok északnak fordultak és átkeltek a Dnyeperen. Eközben Guderian 2. páncélos csoportja délfelé indult és átkelt a Gyeszna folyón, jobbján a 2. hadsereggel. A 2 páncélos csoport így 4 szovjet hadsereget teljes és további 2 részleges bekerítéssel fenyegetett a Dnyeper kanyarulatánál. Az utolsó nagy leningrádi támadásra az északi hadsereg csoport 4. páncélos csoportját Hitler parancsára megerősítették a középső hadsereg csoport tankjaival. Augusztus 8-án a páncélosok áttörtek a szovjet védelmen, és amíg a 16. hadsereg észak felé támadott, a 18. hadsereg megtisztította Észtországot és a Pejpusztó felé tört előre. Augusztus végére a 4. páncélos csoport és a 18. hadsereg 50 kilométernyire megközelítette Leningrádot. Eközben a finnek előre nyomultak délkelet felé a Ladogató mindkét oldalán, és elérték a régi finn-szovjet határt. Szeptember 9-én az északi hadsereg csoport elkezdte az utolsó előre nyomulást Leningrád felé. A német katonák 2 napon belül már a várostól 11 kilométernyire lévő magaslatokon voltak, és a tüzérség szünet nélkül lőtte a lakosságot. Hitler legutolsó parancsa az volt, hogy Leningrádot ne rohanják le. Miután az offenzíva elvágta a város összes közúti és vasúti kapcsolatát a Szovjetunióval, bombázással, ágyúzással és kiéheztetéssel kell megadásra kényszeríteni. A Führer újra megváltoztatta a haditervet. Leningrád várhat. Az északi hadsereg csoport tankjait pedig küldjék középre egy totális támadásra Moszkva ellen. Negyedik szakasz. A Tajfun hadművelet. Thank you.
A szovjet nyugati front volt az, amely dühött ellentámadásokat indított földi és légi erejével, és Hitler figyelmét a moszkvai szektorra irányította. A baj az volt, hogy a középső hadseregcsoport nem tudott azonnali offenzívába kezdeni. Csak 13 napja indították el a csoport tankjait maratoni útjukra észak és dél felé. Ezeket a hadmozdulatokat, különösen a Kijevit be kellett fejezni, mielőtt a Tajfun hadműveletet, vagyis Moszkva megtámadását megkezdhetnék. A szovjet erőket szeptember 16-án sikerült bekeríteni délen, amikor Kleist első páncélos csoportja és Guderian 24. hadteste találkozott Lokvicánál, 200 kilométerre Kijev mögött. Az oroszok számára egy döbbenetes mértékű katasztrófa kezdett kibontakozni. A Kijevnél bekerített orosz hadseregek nem adták magukat könnyen. A németeket kegyetlen harcra kényszerítették, amelynek során tüzérséget, tankokat és bombázókat kellett bevetniük a szovjetek ellen, hogy megsemmisítsék őket. Végül 10 napos mészárlás után a németek állításuk szerint 600 ezer szovjet katonát ejtettek fogságba. Senki sem tudta, hányan haltak meg a Hitler által a történelem legnagyobb csatájának titulált ütközetben. Kijev után, az invázió óta először a Vörös Hadsereg már nem volt túlerőben a németekkel szemben, és elfogytak a tartalékok is. Moszkva védelmére Sztálin 83 hadosztályban 800 ezer embert tudott bevetni, de abból csupán 25 hadosztály volt teljesen harcképes. Emellett súlyos tank és repülőgép hiánnyal küzdöttek. A német oldalon 2 millió katona állt 70 hadosztályban. A hadosztályok csaknem egyharmada gépesített volt, az eddigi legmagasabb arányú gépesített gyalogságot vonultatva fel a háború során. A Tajfun hadművelet Moszkva megtámadása október 2-án kezdődött. A középső hadseregcsoporttal szemben a szovjet nyugati és a Brjanszki front állt. Mögöttük egy sor kidolgozott védelmi vonal, 400 kilométer mélyen. Az első központja Vjazma volt, a többié pedig Mozsajszk. Az első csapás teljesen váratlanul érte a szovjeteket. Guderian második páncélos hadserege a kijevi csatából visszatérve elfoglalta Orjolt, egy kulcsfontosságú útkereszteződést, 120 kilométerre az első orosz védelmi vonal mögött. 3 nappal később a páncélosok megindultak Brjanszk, egy másik utánpótlási központ felé, míg a második hadsereg nyugatról támadott. 3 orosz hadsereg esett csapdába. Északon a 3. és 4. páncélos hadsereg Vjazmánál további 5 szovjet hadsereget zárt gyűrűbe. Moszkva első védelmi vonalát a nyitócsapások megsemmisítették, és ezzel az út megnyílt Moszkva felé. A Brjanszki és Vjazmai katasztrófa végül azért töltött ilyen drámai méreteket, mert Sztálin makacsul ragaszkodott ahhoz, hogy a védelmi vonalakat a végsőkig tartsák. A katlanban 663 ezer orosz hadifoglyot ejtettek, és ezzel az invázió kezdete óta 3 millióra nőtt ez a szám. A német vezérkar ismét abba a hitbe ringatta magát, hogy megnyerték keleten a háborút. Ezúttal biztosak voltak abban, hogy jól hiszik.
Az orosz oldalon csupán 90 ezer ember és egy maroknyi tank maradt utolsó védelmi vonalként Moszkva előtt. Sztálin elkeseredésében a Leningrád védelmének megszervezésén dolgozó Zsukovot rendelte oda és rábízta a főváros megmentését. A diktátorral történt vita miatt Zsukov hetekkel korábban lemondott főparancsnoki tisztéről, ám Sztálin most hajlandó volt elfelejteni a nézetkülönbségeket. Ekkorra Moszkvánál kritikussá vált a helyzet. Október 13-án a 4. gyalogsági hadsereg áthatolt a szovjet védelmi vonalon Kalugánál. Ugyanakkor északon a 3. páncélos hadsereg 140 kilométerre megközelítette a fővárost és felkészült a szovjet hátországba való betörésre. Az oroszokat, bár a helyzet komoly volt a szárnyakon is, középen fenyegette halálos veszély. Ott a 10. páncélos hadosztály és az SS Das Reich gépesített hadosztály visszavert egy dühött ellentámadást Borodyinónál. Most már a Szmolenszk-Moszkva országúton haladtak Mozsajszk felé, amely a moszkvai védővonal középső szektorának létfontosságú állása volt, mindössze 100 kilométerre a várostól. Mivel a német seregek már a város kapujában álltak Moszkvában, kitört a pánik. Bevezették a hadi állapotot, a minisztériumokat és követségeket kiürítették, és kétségbe esett erőfeszítésekkel védőárkokat kezdtek ásni a városban és környékén. Bár Moszkva lakói nem vártak irgalmat a németektől, senki sem sejtette, miféle szörnyű tervet eszelt ki Hitler a szovjet főváros ellen. A német seregeket utasították, hogy a megadást nem fogadhatják el. A lakosság elmenekülhet, de a várost el kell törölni a földszínéről. A helyére pedig egy hatalmas víztározót kell építeni. Ötödik szakasz. A fordulópont. Az időjárás szinte a tájfun hadművelet kezdete óta folyamatosan romlott. A német előretörés először délen, majd középen is fokozatosan lelassult, amint beköszöntött az esős, havas időszak. A forgalom súlya alatt a három út, amelytől az egész offenzíva utánpótlása függött, sártengerré változott. Mivel az eső és a hó a harmadik héten is kitartóan esett, az utánpótlási rendszer teljesen összeomlott. Végül már csak a lánctalpas járművek tudtak mozogni, ám üzemanyagfogyasztásuk az egekbe ugrott, és a motorjuk gyorsan elhasználódott. Eközben a katonák riasztó körülmények között éltek, állandóan vizesek voltak, fáztak és teljesen kimerültek. Az előrenyomulás üteme napi 3 kilométerre lassult. Október 31-én a német vezérkar leállította a tájfun hadműveletet. Zsukov tábornoknak a szünet felbecsülhetetlen segítséget nyújtott. Bár erői kétségbejtően gyengék voltak, mindössze 190 működőképes tankkal, villámgyorsan friss alakulatokat hoztak létre, és alig egy hónap alatt 11 új sereget állítottak hadba. Bár az új alakulatok egy része újonc zöld fülűekből állt, 30 jól felszerelt hadosztályt is tudtak kiállítani a hihetetlenül szívós szibériai katonákból.
Őket a keleti határról vezényelték át, amikor a szovjet hírszerzés megerősítette, hogy a japánok már nem jelentenek ott veszélyt. A szibériaiakkal 1000 tank és 1000 repülőgép is érkezett. November 7-én a normalitás látszatát keltve Moszkvában tüntetőleg megtartották az ünnepi felvonulást. Az előző éjjel az első kemény fagyoktól megkeményedett a föld. A várostól mindössze 80 kilométerre a német páncélos oszlopok ismét mozgásba tudtak lendülni. Az utolsó nagy erőfeszítés Moszkva elfoglalására november 15-én indult meg. A németek egyre erősödő havazás és mélyen fagypont alá zuhanó hőmérséklet mellett rohanták meg a szovjet védelmet. Az oroszok Zsukov parancsára egy sor megelőző támadást indítottak. Egyik oldal sem engedett. A támadók és a védők is tudták, hogy ez a csata eldöntheti a háborút. A németek moszkvai támadásával szemben három szovjet front állt. A Kalinyin, a nyugati és a délnyugati. A legnagyobb erő azonban Zsukov tábornok 6 erősen meggyengült nyugati frontjára nehezedik majd. A németek szándéka szerint a 3. és 4. páncélos hadsereg átkel a Volga csatornán és északkeletről keríti be Moszkvát. A 2. páncélos hadsereg először beveszi Tulát, majd hátulról, délkeletről zárja össze a gyűrűt Moszkva körül az északi szárnyal. Amikor az oroszok válaszul elindulnak a szárnyak felé, a 4. gyalogsági hadsereg középen csap le. Két hete tartó, elkeseredett harcban, egyre nehezebb és kimerítőbb körülmények között az északi csata lassan, de biztosan araszolt az orosz főváros felé. Délen viszont, amire senki sem számított, megállították Guderian 2. páncélos hadseregét, amely nem tudta kiiktatni Tulánál a szovjet 50. hadsereget, pedig szinte teljesen körülzárta. Ezután váratlan csapás érte a németeket. Kasiránál november 27-én a jól felszerelt szibériai gyalogság, a T-34-esek és az új Katyusa rakétakilövők nagy erejű támadása súlyos és döbbenetes vereséget mért Guderian csapataira. Miközben Guderian támadását kivédték, majd elhárították, északon, 10 napnyi kemény és folyamatos küzdelem után a 4. páncélos hadseregnek sikerült átkelnie a Volga csatornán, 30 kilométernyire Moszkvától, és elkezdte a főváros bekerítését. December 2-án egy előretolt járőr 25 kilométernyire megközelítette a Kremlt. Hitler és vezérkara biztos volt benne, hogy egyetlen utolsó gigantikus erőfeszítéssel végleg összezúzzák az oroszok ellenállását. Minden az utolsó összecsapásnál dől el. A győzelem. December 2-án az első téli hóviharok átsöpörtek a Moszkvánál álló német csapatokon. A keleti háborút már rég meg kellett volna nyerni, és a Wehrmachtot nem szerelték fel ilyen körülményekre.
A hőmérséklet éjszaka nem sokára eléri a mínusz 40 Celsius fokot. A fagy és a járványok már is annyi német áldozatot szedtek, mint a véget nem érő orosz ellentámadások. A halottak és sebesültek száma 3 hét alatt elérte a 155 ezret. És a gyalogság létszáma a felére csökkent. Eközben a fagy komoly problémákat okozott a fegyvereknél és járműveknél is. A puskák závárzata befagyott, a motorokat pedig 4 óránként be kellett indítani, ami falta az egyébként is rendkívül szűkös üzemanyagkészletet. A legrosszabb azonban az volt a katonák számára, akik mindig számíthattak a légi segítségre, hogy a Luftwaffe gépei a körülmények miatt túl gyakran nem tudtak felszállni, míg a vörösök légiereje napról napra aktívabb lett. December 1-én a 4. német hadsereg egy utolsó nagy erejű támadást indított középen, hogy elsöpörje, ami a Moszkva előtt álló védelemből megmaradt. Minden azon múlott, hogy az oroszok tartalékait elvágják. Azonban Zsukov hetek óta nem kapott erősítést, mivel Sztálin visszatartotta az egyre növekvő erejű tartalékos alakulatokat, köztük a szibériai hadosztályok és páncélosok nagy részét. A védelem ekkorra 500 000 katonát számlált. December 5-én Zsukov nagy erejű ellentámadást indított a tartalékos erőkkel. Az orosz offenzíva egy 1000 kilométer hosszú frontvonalon indult meg. A németeket, akik saját offenzívájukat is már utolsó erejüket összeszedve folytatták, ez végzetes csapásként érte. A vonal teljes hosszában több ezer elszigetelt egységre szakadt német seregek kétségbe esetten küzdöttek az életben maradásért. A moszkvai csatát elvesztették, és ezzel a német Wehrmacht elvesztette az oroszországi háborút is. A csata után. Bár az oroszok elég erősek voltak, hogy visszaverjék a németeket Moszkva kapuja alól és felszabadítsanak 11 000 várost és falut, még mindig nem voltak távolról sem képesek döntő vereséget mérni a megszállókra. Januárban a második ellentámadás megakadt az egyre szilárdabb német védelmi vonalon, még mindig mélyen a Szovjetunió határain belül. Az oroszországi háborúért a német hadsereg 250 000 halottal, 500 000 sebesülttel és tankjai nagy részével fizetett. Hitler kirúgott 2 hadseregtábornokot és 35 tábornokot, de most már semmi sem akadályozhatta meg Németország végzetét. Nem tudtak új olaj és stratégiai nyersanyagforrásokat szerezni, és a Wehrmacht 2 fronton kényszerült harcolni. Ráadásul Amerika decemberben belépett a háborúba, és Hitler most azzal került szembe, amit a kezdetektől fogva minden áron el akart kerülni. Oroszország, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok szövetségével, melynek legyőzésére Németországnak reménye sincs. Narrátor Vas Gábor, magyar szöveg Kvajzer Erika, hangmérnök Hollósi Péter, szinkronrendező Kis Lajos. A szinkron a Select Kft. Megbízásából készült.